Szia, Károly! Szia, Gyuri! Rég nem láttalak. Örvendek, hogy valahányszor látlak, mindig ugyanolyan tökéletes formában. Kicsit kopaszon néha, most hajad is van ez. Ez egy újabb korszaknak az újabb stílusa, de nagyon örvendek, hogy ilyen formában vagy. Köszönöm szépen, mivel szerencsém van, hogy a legjóképűbb partnert már elsütötted. Most bíztam benne, hogy a legokosabbat fogod mondani, ezt még nem kaptam meg, de szerintem ezt hagyjuk meg ez másnak. Ez lett volna a következő megjegyzésem nyilván, de hát ez nem is kérdéses. Tudnélik, hogyha már itt vagyunk, akkor be is mutatlak. Ugye a Renault az számunkra az eszközt adja, a vasat, te pedig a vasba lelked, mivel hogy a kommunikáció a te szakterületed, és hogy a ma nagyon divatos közhelyt is elsüssem, a 21. század kőolaja az az információ. És te ebben az információban vagy az olajsejk. Köszönöm, ez megtisztelő. A sejktől azért messze vagyunk, meg messze vagyok én mindenféleképp. Hát az informatikai, hogy az ICEL Kft-től érkeztem hozzátok, mi csapatunk műholdas gépjármű követéssel foglalkozik, és mi figyeljük most már 15 éve a Prévó járműveket. Mikor felkértél erre a podcast beszélgetésre, akkor ugye megnéztem az előzőeket, és gondolkodtam rajta, hogy mi az, amit miről fogunk itt beszélni. Mivel foglak zavarba hozni. Igen. Tehát ahogy az előző Renault-s beszélgetésből is hallottam, hogy ugye vannak jó dolgok, vannak rossz dolgok, tehát éppen miért ülök itt, dicséretér éppen, vagy feladatot fogok kapni valamilyen probléma miatt. És akkor így nézegettem elsőként, mikor kezdődött a mi együttműködésünk. Ugye az első aláírt szerződésünk 2007. július, január 3-a, tehát rögtön az éveleje, ami nem azt jelenti, hogy akkor volt az első összerendelés, hanem 2006. december 27-én volt az első hét összerendelés a vállalati irányítási rendszerünkbe. Akkor volt a Prévónak az első hét vagy 10 tesztautója. Uh-huh. Emlékeim szerint, mert akkor volt egy értékesítőnk, aki járt nálatok, őt Farkas Gézának hívták, és hát nem nagyon bírt veletek. Utána bevetettük a Takács Tibinket is, ő se bírt veletek, és a végén nekem kellett jönni, és akkor a gatyába ráztuk a dolgokat, és ugye ez most lesz 15 éve, hogy a személyes ismerettségünk is megvan, akkor még ugye Buda Őrs volt a találkozási pont, akkor még nem tudtam, hogy nem is ismertem a Prévónak az addigi tevékenységét, nem tudtam, hogy a Suzuki gyárra épült ez az egész történet valaha, vagy onnan indult el a pályafutásotok. Igen, akkor még bőven a Suzuki-nak a logisztikájában voltunk. Igen, és ugye még egy fontos számot kérdeztem, hogy az első évben hány autóval indultunk, mert emlékeim szerint az 50-es szám volt valahogy nekem a fejemben, és megerősítettek a kollégák, hogy 50 darab, 49 vagy 50 darab jármű volt a rendszerben az első évben. És akkor ez a döbbenetes szám, hogy ma hol tartunk, ezt nem tudom, tudod-e? Nem. ez nekem is, tehát amikor én meghallottam, így elkerekedett a szemem, és mondtam, hogy jövök hozzád egy találkozóra, akkor mindenki először nézett rém, hogy úristen, mi történt. Mondtam, hogy semmi gond, csak egy beszélgetés lesz. 514 darab. 514 aktív van összerendelés. Hát ez van pótkocsiba, itt-ott mindenhol. Úgyhogy 15 év alatt meg 10-szeröződött a Prévó eszközökről gyűjtött adatoknak a forrása. Ez azért tényleg döbbenetes. Néhány nagy ügyfél van, aki így személyes jó kapcsolatot ápolok, akiknek megszoktam évente legalább egyszer jelenni. Azért van több, ezren fölül van akik, az ügyfeleink száma, akik az iFleet rendszert használják. Ti vagytok az egyik, akinél mindig. Van még két hasonló vállalat. Ugye most már szerintem, nem tudom, ti már a KKV-ból már kiestetek? Hát abból már kiestetek. Tehát, ugye mi még továbbra is KKV vagyunk, és végigkísértem ezeknek a nagyobb cégeknek az életútját, de hát a legimpresszívebb, amit eddig láttam növekedésben, az a Prévó Hungária volt, és hát ez csak gratulálni tudok nektek.
Elég hátborzongató valóban ezzel szembesülni, és nem is annyira az növekedés, mert az még csak-csak, de hogy ez azért egy minőségi fejlődést is jelentett. Tehát számomra ez sokkal többet jelent, hogy mennyivel izgalmasabb, mennyivel összetettebb, mennyivel nagyobb hozzáadott értékű feladatokat tudunk ma ellátni, mennyivel képzettebb, mennyivel értékesebb a csapatunk ma, ez az igazán nagy eredmény. Mert az, hogy piramis játékot játszani, azt egy páran már körülöttünk kipróbálták, ideig óráig ez szokott is működni, de aztán előbb-utóbb mindig csúfos vége van a dolognak. Hát remélem, hogy nálunk nem ez az eset forog fenn, hanem ellenkezőleg mi jó szokásunkhoz híven igyekszünk a lehető legkisebb óriás maradni, hogyha már ki is nőttünk abból, hogy a legnagyobb törpe, de nem szeretnénk túlnőni azon, amit még le tudunk fedni minőségben, emberi értékeknek a megtartásában, csapatszellemben, közösségben. Csomó olyan értékben, amit én tudom, hogy mi egyformán látunk, és ezért is hívtalak meg szívesen, mert nyilván fogunk beszélni egy picit az ICER-ről, meg arról, hogy hogy is működik ez az egész dolog, de bevallom, engem sokkal jobban érdekelnek a mélyebb emberi tartalmak, amikről mindig is volt egy érzésem, tehát ez azért emberek között ez a fajta érzés, ez átmegy. Hát hasonló értékekkel bírunk. Valószínűleg nem is tudtunk volna 15 éven keresztül együtt dolgozni, hogyha nem azonos alapokra épülne az egész emberi értékrendünk. De igazán akkor győztél meg erről, amikor egyik év végén Fanándorral volt szerencsénk találkozni az ICEL éves bulin, és akkor láttam a köztetek levő energia villanásokat is, meg úgy akkor láttam, hogy itt jó helyen vagyunk. Igen, az egy nagyon jó sikerült évvégi buli volt. Az volt, akkor tért vissza Nándi a föld körül útjáról, és mert ma pont Nándor napja van, úgyhogy amikor innen kilépek, akkor fel is felköszöntöm. Akkor add át neki a legjobb kívánságot. Átadom mindenféleképp. Nándi, hát egy csodálatos ember, ugye őt látjuk, és tényleg ne felé vigyük el a dolgot, mert akkor tényleg két óra se lesz elég, amennyi történetet, pedig nagyon rövid a mi közös ismeretünk, tehát az elmúlt 4 évre vezethető vissza. Épp a múlt hét előtti hétvégén volt a Balaton szólóvitorlázásnak a Balaton kerülő versenye, ahol most már negyedik alkalommal mi felügyeltük a biztonságot, illetve a sportszerűséget a saját eszközeinkkel. Egy nagyon-nagyon kellemes emberi kapcsolat alakult ki Nándi és közöttünk, ez a családja és az ICEL család között. Erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Tehát amit ott láttál, az még csak az eleje volt. Azóta ez én úgy tudom, meg úgy érzem, hogy ez csak tovább mélyült, és tényleg nagyon jó vele a kapcsolat. De hát visszatérve az emberi értékrendre, amit ugye képviselünk, én ugye láttam az indulásotokat, vagy az indulás közeli állapotot. Uh-huh. Láttam, hogy honnan jöttetek. Látom, hogy most hol tartotok. És ugye ezt sokkal kisebben, mert mi mondjuk 33-ról nőttünk 49-re ezzel alatt az időszak alatt. Nem tudom, hogy a ti számaitok hogy alakultak, mennyivel indultatok, és most hol van a dolgozóknak a száma. Az előbb nem tudtam megmondani, hogy hány eszközünk lehet. Ennek az oka egyszerűen az, hogy én a számokat nem értelmezem, nem tudom, ez mindig is egy gyengeségem volt üzleti tárgyalásokon, hogy én látom, hogy vannak emberek, akik a számok révületében vannak, főleg amikor pénzről van szó, gyakran termékkel kapcsolatban az első kérdés, ami felmerül, hogy hogyan adják, mennyibe kerül. Na engem ez abszolút nem érdekel, és az sem érdekel, hogy most konkrétan hány autónk van, hány ember van. Tudom, hogy 400 fölött vagyunk, de hogy pontosan hány, az valószínűleg az én agyammal nem... De 15 évvel ezelőtt gondolom a százat se értétek el, vagy elértétek a százat? Nem, akkor még nem. Tehát azért mondjuk majd négyszeresére. Hát a négyszeresére biztos, hogy felnőtt. Bocsánat, tehát nekem a számok a minden, nem csak a pénz, de a számok. Ugye ma reggel, amikor benyúltam a szekrénybe, hogy milyen inget vegyek fel a tiszteletetekre, nézegettem, hogy egy fehér ing az ilyen őszinte, és hát mondom, az nem jó, mert az elcsépelt, mindenki fehér inget hord. Én egy kockás inget vettem fel, mert a mérnök ember az kockás inget hord, a sarkos,
Ezt egy kedves török ismerősömtől hallottam először, hogy a mérnökök azok kockásinkbe járnak mindig. Annyira már nem vagyok mérnök, hogy zseb nincsen, mert azok még zseb is van, hogy a tollat beletegye. Igen. Csak így simán egy asztalterítő jelleggel a kockás, mint minta az én agyamnak, és ezért én a számokat nagyon szeretem, és elég jó a számlemőjem. Mérnök embertől azért is elvárható, én gyakorló, nem vagyok mérnök ember. Nagy képviség lenne azt mondani, hogy úgy mérnök ember vagyok, nem vagyok gyakorló mérnök, tehát annak ide megszereztem a diplomát, de pályelhagyók, tehát menedzser vagyok, aki mindenhez nagyon jól ért, de mélyen semmihez. És sokszor ez a szerencse nálunk itt az ICER-ben, hogy nem én alakítom a műszaki dolgokat, hanem vannak nálam sokkal okosabb családtagjaink. És hogyha már megengeded, akkor át is kötök az ICER-re, hogy kik vagyunk, mi hogy vagyunk, mi és mi az, amit mi szolgáltatunk a Prévónak. Na hát ez biztos, hogy nagyon érdekli a kollégákat. Igen. Hogy mondja, mi vagyunk azok a... Minket nem mindig szoktak szeretni. Amikor az egész műholdas gépjárműkövetés elkezdett terjedni itt Magyarországon, akkor volt olyan, ez csak a legendáriumokból tudom, én ugye 2005 óta vagyok a csapattagja, ez még a 2000-es évek elején, hogy az ICER, amikor az első nagy flottában ez a hungarok kamionnak a flottája volt, telepített a járműkövető eszközöket, és ez már nem biztonságtechnikával foglalkozott, azaz fekete emberek ülnek egy monitoros, lefüggőnyözött helyen, és várják, hogy mikor jön a riasztás, hogy vonuljanak, leállítsák azoktól, stb. Mi akkor azt mondtuk, hogy mérnök emberek, nem akarunk mi ilyesmivel foglalkozni, illetve ők akkoriban a cég nem akart ilyesmivel foglalkozni, nekünk az bőségesen elég, hogy információval látjuk el a fuvarozókat, és a logisztikát segítjük azáltal, hogy hol van az autó, mit csinál az autó. És ezt elkezdtük olcsó áron árulni, ahhoz képest, amit mondjuk egy biztonságtechnikai cég szolgáltatott, és ahogy ez terjedt el, voltak sofőrök, akik ezelől menekültek. Mert nem volt akkora penetráció, nem volt annyi autóba beszerelve. És akkor erre volt egy ilyen tréfás megjegyzés a tulajdonosunknak, hogy van az ICER által üldözöttek szervezete. Ezek azok a sofőrök voltak, akik nem szerették volna, hogy olyan autón üljenek, amibe be van szerelve. És ugye 98-as alapításra a cég, idén volt 23 éves, ezzel kerültünk kapcsolatba a Prévóval is, illetve 2013-ig ez volt a fő tevékenység. És akkor jött egy pálfordulat, jött az útdíj, az elektronikus útdíj, amit szintén az ICER, illetve azok a mérnökök, akik most is ott ülnek még a csapat a szobákban, kitalálták, hogy ha már van járműkövetés az autóban, akkor miért lehet ez alapján útdíjat is szedni. És ez sikerült keresztül vinni, és gyakorlatilag mind a mai napig azok a járműegységek, amik a Prévónak is a flotta követését ellátják, egyben az útdíjat is bevallják. És innen megfordult az egész, mert a sofőr érdekelté volt téve, hogy ne roncsa el, ne piszkálja, ne nyúlja hozzá, mert ez most már érte van. Tehát onnan, ha megérkezik a büntetés, akkor azt kőkeményen ki kell fizetni, ott nincs mese, és ha az derül ki, hogy ráadásul még hozzá piszkáltak, nagyon-nagyon sok történetet tudnék mesélni, tényleg órákat, amin gondolom a sofőr kollégák is jót mosolyognának, hogy volt olyan autó, egyet hagyd mondjak el, volt olyan autónk a hőskorban, az autót megcsináltuk, beszereltük, elment a telephelyre, gyönyörűen látták, három sarokkal arrébb eltűnt az autó. Panaszkodás. Visszajön az autó, három sarokkal megjavul, visszajönnek, átnézzük, semmi baj az autónak. És ezt eljátszották négyszer vagy ötször a szerelők, amikor egy nagyon-nagyon részletes, gyakorlatilag nagyítóval vizsgálták át, és megtalálták azokat a lukakat, amiket a gombostű ejtett, amit a GPS, akkoriban még külön GPS antenna volt, attól függ, hogy éppen milyen volt az eszköz, de a külön kitelepített GPS antenna kábelébe beleszúrt gombostűvel. Gombostű is azzal leföldelte? És nem, rövidre zárta, egyszerűen rövidre zárta, megszűnt a kapcsolat a GPS-vel, onnantól nem volt. Azt láttuk, hogy gyújtáson van, azt láttuk, hogy az autó üzemel, vagy nem üzemel éppen, de nem lehetett meghatározni a pozícióját.
És tényleg számos ilyen dolog volt, ami gyakorlatilag 2013-ban, most már 8 év eltűnt, és ezzel nem kell számolnunk. Tehát addig azért volt az emberekben gyomorideg, hogy milyen újabb gonoszság lesz az, amivel... Tehát ugye mi azt mondjuk, hogy mi vagyunk a pandúrok, és nem akarunk tényleg senkit megsérteni, a sofőrnek semmi más dolga nincs, mint ül a volán mögött, és azon gondolkodott, hogy a pandúrokat hogyan verje el. Kicselezni. Hogyan lehet kicselezni, így van. És mindig ők voltak az ügyesebbek. Mindig, most is biztos, most is ők az ügyesebbek. Most fordult ebben a kocka, mert ugye ahhoz, hogy legyen mondjuk egy korrekt úti bevallásod, ahhoz muszáj, hogy az ICA-nak a rendszere jól működjön, különben nem tudod megfizetni az úti. De egyébként ez a világ elmúlt. Tehát én tudom neked garantálni, hogy ma már az ügyfelek is ugyanúgy látni akarják az eszközt, nem csak a tulajdonos vagy az üzemeltető. Az árubiztonsága szempontjából, meg egyáltalán egy korszakváltás bekövetkezett. És ez a korszakváltás, ez részben, vagy majdnem azt mondom, hogy nagy részt annak köszönhetően történhetett meg, hogy ez a fajta információáramlás beindult. És ahogy beindult, attól a pillanattól kezdve természetessé vált, sőt azt mondanám, hogy ma már elsődlegessé vált. Tehát ma már egy fuvar feladatot ellátni, az a kisebbik feladat. Amivel nyerni lehet egy tenderen, vagy amivel egy ügyfelet meg lehet tartani, az az információ átadása, és az információnak a feldolgozása, a processzálása, az abból nyerhető tudásnak, tapasztalatnak a felhasználása. Tehát ezek nélkül azt állíthatnám, hogy tovább megy egy kamion az információval, mint a gázolajjal. Tehát mi vagyunk azok, akik a nap 24 órájában felügyeljük azokat a járműveket, amik ugye a Prévó flottájában futnak, és az ehhez kapcsolódó, az, hogy hol van az autó, az csak egy dolog. Ezen is gondolkodtam, amíg jöttem kifelé hozzád, hogy mi volt az, amivel kezdtünk nálatok, és emlékeim szerint nálatok tényleg csak az alapfunkcionalitás volt, még a fedélzeti adatokat sem adtuk át, mert még akkoriban van egy úgynevezett FMS csatlakozási lehetőség ezeken az autókon, ez a Fleet Management System, ami arra ad lehetőséget, hogy a telematikai eszköz csatlakoztasd a fedélzethez, és a fedélzeti elektronikából kinyert adatokat továbbítjuk a központnak. Ugye akkoriban még ez gyerekcipőben járt, akkoriban 2002 óta van ez a standard, 2004-ben kezdődtek az első gyakorlati alkalmazások, akkor még pont a révész flottáján kísérleteztek a kollégáink, ők voltak az elsők, és utána kezdett el elterjedni, és valahogy 2007-2008-ban kezdtünk el a Prévónál is ebből. Emlékszem, volt is ebből probléma, pont valamelyik Renault truck megállt, mivel az akkori fedélzeti egység visszabeszélt a Ken hálózatra, ma már ez nem fordulhatna elő. Akkor sem fordulhatott volna elő, mert galvanikusan le kellett volna, hogy válassza a doboz szállítója, de ez nem történt meg, úgyhogy ott voltak ebből apró surlódások. Ugye akkor ezzel kezdtünk, és akkor végigmentünk egy evolúción, amiben ugye érintettük a táblagépes fejlesztéseket, amit ugye a sofőröknek adtatok, és ugye ez volt az első döbbenet számomra, amikor ezt kiejtetted a szádon, és mondtam, hogy na, akkor itt valamit figyelni kell a Prévónál, hogy te nem akarsz a sofőrnek olyan táblagépet adni, ami degradáló, amit nem fog használni, hanem inkább adj egy jó minőséget neki, amit ő saját magának tud használni, mert akkor jobban fog rá vigyázni. Tehát egy olyan értéktárgyat akartál és ez. Igen, emlékszem, hogy amit ti kínáltatok volna, az egy ilyen ipari. Az egy ipari, egy ipari, mi ipari PC, mivel általában a középvállalkozások és még a nagyvállalkozások vezetői sem azt tartották fontosnak akkoriban, hogy a sofőr komfortosan érezze magát, hanem azt, hogy legyen költséghatékony, és megbízható. És az információ megérkezzen minden körülmények között. És ezért az ipari dolgokban. És akkor volt az, emlékeim szerint, Galaxy. Samsung Galaxy, igen, ez volt az, amit Galaxy tabok voltak, és ezt
ezen így csodálkoztam, hogy itt, és utána tényleg nem az volt, hogy ezek törtek, meg egyéb, hanem vigyáztak rá a kollégák. Nem tudom, hogy utána pontosan már azt nem követtem, hogy hogyan haladt tovább ez az evolúció. Volt még egy... Volt a Galaxy 2, meg egy generációváltás. Most már egy inkább az okostelefon irányába. Igen, most már ugye ezek a tablet dolgok, ezek igen, kezdenek kiszorítani, mindenkinek a kezében van egy okostelefon, és pont ma beszélgettem a technikai főnökünkkel ebéd közben, hogy hát ki szokott tévét nézni, és annyira nem szoktam tévét nézni, hogy kezemben van mindig ez a kis készülék, és ezen rövid tartalmakat gyorsan megnéz az ember, és szűri be a világnak az információt, és próbál a szemétbe szelektálni, ami folyamatosan árad azért felénk, és most ez a, hát egyértelműen ez a jövő, ebben élünk benne, ettől függünk. Igen, egyre inkább. És ez mondjuk sajnos negatívan kell megállapítanom, hogy az emberi kapcsolatok nagyon sokszor ezen a platformon zajlanak most már. Hát igen, de ez is tudod olyan, hogy nem a fegyverek lőnek, hanem az emberek lőnek a fegyverekkel. És a szociális médiát is lehet használni. Nyilván többségben, öntötöbbségben negatív célokra használják. De ez nem azt jelenti, hogy szőrmentén ideig, óráig legalább nem lehet valami jobbat is kihozni belőle. Igen, hogyha már a social médiára tettél említést, akkor megnéztem alaposan a Prévónak a Facebook jelenlétét. Mi is jelen vagyunk a Facebookon, több más forrozó társatok is jelen van a Facebookon. Pozitív irítséget töltött, amit láttam nálatok, és most nem puncsolni akarok, de tényleg, tehát azt a kontentgyártást, amit folyamatosan adtok a követőiteknek, akik lájkolták a Prévónak az oldalát, az tényleg lenyűgöző. Most ez az egész podcast sorozat is, amit elindítottatok. Mondom úgy, hogy mikor leültünk beszélgetni, akkor jeleztem, hogy szerintem kicsit hosszúak ezek a tartalmak, mert én magam az 5-8 percig pörgősebb dolgok vagyok, igen, 5-8 percig vagyok képes koncentrálni, és utána lépjünk tovább és haladjunk. De és ugye én kihagytam azt a számításból, hogy nálatok a munkaerő nagyrészt sofőrökből áll, akinek sok ideje van, hogy meghallgassák ezt, és tényleg, hogyha elkíséri őt az úton, akkor ezért akár hálás is tud lenni. És az, hogy ilyen tartalmakat töltitek meg, tényleg látszik, hogy pozitív dolgokra használjátok, ez szeretnénk gratulálni. Mi is igyekszünk a saját Facebook oldalunkat folyamatosan tartalmakra megtölteni, és ezúton mindenkit kérek, hogy aki hallott már rólunk az ICEL Kft-ről, akkor lájkolják az oldalunkat, és ott mindig igyekszünk olyan tartalmakkal megtölteni, amiből hasznos információt is tudnak szerezni. Ugye a legutóbbi, ez az volt, és hogy most visszatérjünk a szakmához, amiről ugye kell, hogy egy kicsit beszélgessünk, hogy mi volt az evolúció, amin végigmentünk, és hol tart most a Prévó. Utána néztem, hogy most épp a fejlesztésekkel épp mi az, amin dolgoznak bent a srácok. Most ugye a tahográf körül forog minden, és a tahográfból kinyert információk, illetve az abból származó jóslatok, hogy ki meddig maradhat kint, ki meddig vezethet, és nem fogja megsérteni az ATR szabályokat. Most ennek az adat átemelése, adat lekérése és adatkezelése van fejlesztés alatt, amiből már kaptunk pozitív visszajelzéseket is tőletek a kollégáitoktól, hogy ez így akkor rendben lesz, meg jó az irány, meg erre gondoltatok. És ugye pont a múlt héten, és most visszautalok itt a Facebookra, hogy ha valaki megnézi a Facebook oldalunkat, pont a múlt héten voltunk Hamburgban egy ITS konferencián, ahol ugyan a magyar stand előtt vagyunk lefényképezve, de nektek ez már többet mond, a Continentállal tárgyaltunk kint. Ugye a Continental a legnagyobb tahográf beszállító,
akik nem csak a gumikkal boltolnak a fiúk, hanem az elektronikával is, és vannak olyan közös műszaki tervek, amivel a tahográfból még több adat kinyerve, illetve még egyéb célokra használva, erről még nem szeretnék sokat elmondani, mert ez... Még fejlesztés alatt. Nem a fejlesztés alatt, ez jó tippeket adhat másnak is. Ezt szeretnénk magunkhoz húzni, azért, hogy például akár a Prévot is elsőként szolgáljuk ki ezekkel. Valamint szenzor technikájuk is van rengeteg, és köztük, ami nagyon érdekelt bennünket, ez a guminyomás figyelő szenzor, aminél a kedves rendes sales fiúk fölterítették az asztalra, fölrakták a deszka modellt, hogy hogyan is működik ez, és az egyes komponenseket föltették, hogy itt van a gumiba, ezt építjük be, ez kommunikál, ez a fekete doboz kommunikál a guminyomásmérő szenzorral, ez beküldi a kommunikációs csatornán keresztül hozzájuk a jeleket, és akkor ebből tudnak dolgozni. És ugye nekünk ez volt a célunk, ez nem konkrétan tőletek érkezett, egy közlekedési vállalattól érkezett a megkeresés, hogy mi lenne, hogyha ezt a guminyomásról már hallottak, a guminyomás szenzorról, és akkor következtetni lehet több mindenre, műszaki állapottól kezdve a terhelésen át mindenre, minden egyéb információra, mi lenne, ha ezt integrálnánk a rendszerünkkel. És hát nagy meglepetés, nem nagy meglepetésünk, hanem azért nagy titkok nincsenek ebben a telematika világában. Kiderült, hogy csak ránézésre az a fekete doboz, amit a kontinentálosok a kommunikációra használnak a szenzoraikhoz, az pont ugyanaz, amit most a Prévónak építünk be. Ugyanaz a beszállító, csak ők szépen lekapartak róla minden. Tehát, hogyha a jövőben mondjuk egy ilyen irányban megyünk el a fejlesztésben, illetve egy ilyen termékkel tudunk előrukkolni, akkor már van olyan közös platform, ami nem azzal kell kezdeni, hogy akkor mindent kidobálunk, és kezdjük előről a telepítéseket. Szuper, ez nagyon jól hangzik. De ugye nem csak kimondottan a kamionba fejlesztetek technológiákat, van ezzel párhuzamosan azért most több más. Ugye a fuvarozás szakterületén belül ugye az ICMR, abban is benne vagytok. Igen, ezt pont tegnap kértem meg az ICMR-nek a projektvezetőjét, hogy tartsuk nekünk ebből egy kis oktatást, mert ugye egyre többen érdeklődnek, hogy mi lesz ez az ICMR. Hát ugye a sajtóközleményekben az van benne, hogy ICEL. Onnantól mindenki ugyanarra a cégre gondol. Két jogi entitás van. Van az ICEL Kft., aki az ősi cég 1998 óta mi vagyunk azok, és van az ICEL Mobilsoft Zrt., aki a mi leányvállalatunk volt valaha, most már teljesen különálló, nem szakadtunk el egymástól, de a fejlesztési pályák, illetve a célok azok teljesen más utakon járnak, hogy összefüggés úgy nincs a cég között, hogy akár közös fejlesztések történjenek. Tehát az ICMR-t azt ugye kinőve ebből az egész Hugo, ugye mindennek a gyökere a Hugo. Uh-huh. És erre épültek fel, ugye ott rengeteg egyéb sikeres fejlesztés volt. Ugye az EKR-től kezdve, a tengelysúlymérés, ami egy nagyon sokat vitatott fejlesztés. Igen, hát általában a sarcoló rendszereknek nem nagyon szoktak reklámot csinálni, azoknak nem szokott pozitív visszacsatolása lenni. Így volt ez az EUDL is az elején, tűzzel, vassal, aki csak lehetett, keresztbe feküdt neki. Most már 8 éve működik. Előbb-utóbb bevette. Nincsenek vele problémák. A kezdeti, ami akár jött olyan vonalról is, ahonnan nem vártuk, azok szépen elmúltak, lecsendesedtek, és most már mindenki elfogadta, nagy megnyugvással használja, és nincs ebből semmi probléma. Ugyanilyen volt az EKR is, az EKR-nél is voltak, de ezek már mind az ICEL Mobilsoft Zrt-nek voltak a fejlesztései, és az ECMR is az ICEL Mobilsoft Zrt fejlesztései. Ahhoz, hogy erről azért nálunk is legyen, mert azért csak egy udvarban vagyunk, pont most kértem egy tájékoztatást a projektvezetőtől, amint van róla információ, azt én veletek is megosztani, illetve megosztjuk, amennyiben olyan, hogy a... Feltétlenül ez lényeges dolog. De akkor beszéljünk azokról a tervekről, távlatokról, amik konkrétan a te részlegedet illetik.
Igen, ezt is kérdeztem a kollégákat, hogy, hogy mit húzhatunk elő a cilinderből még. Mert azt tudom, hogy mondtam nekik, hogy a Gyuri biztos, hogy ilyeneket fog kérdezni, és hogy a rajzoljunk egy pontot a térképre, azon már azért rég túlléptünk, hál' Istennek, nem csak veled, ugye nagyon sok mindenkivel, hogy mik azok az egyéb fejlesztések, amik érdekelhetnek benneteket. És itt jött az, hogy van egy személyautós flottátok. És ugye a személyautós flottára vadonatúj termék, amit épp a napokban, vagy az elmúlt hetekben publikáltunk, az okos parkolás. Elindítottuk az okos parkolás szolgáltatásunkat, most már van jó néhány ügyfelünk, akik, ez ugye úgy zajlott, hogy maga az okos parkolás az már működött közel egy éve. Az én autómmal is úgy parkolok már egy éve, hogy semmi egyéb teendőm nincs. Beér az autó a fizetős parkolós részbe, ahol az utcai parkolás fizetős, megállok, leveszem a gyújtást, ő elindítja a parkolást, pontosabban előjegyzi a parkolást ügyféltől függően 0-tól 5 percen belül, mert ugye azt kevesen tudják, hogy a parkolási törvényben az van benne, hogy 5 percig van türelemidő. Tehát, hogyha valaki 5 percen belül megváltja a parkolójegyét, akkor nem büntethető, illetve ha megbírságolták, akkor automatikusan áttörik a bírságot. Mondjuk ez nálunk be van állítva 1 percre. 1 percen belül elindul a parkolás, ha ott hagytam az autót, majd amikor beülök az autóba, elindítom az autót, leállítja a parkolást magától. Ugye hányszor kaptál már te is olyan SMS-t, hogy elindítottál egy parkolást, majd hazaértél, és 4 óra 2 percnél küldött egy újabb SMS-t, hogy akkor most leállt a parkolásod. Holott már 3 órája nem a belvárosban voltál. Hát ez gyakran előfordul. Ez ugye, erre találtuk ki azt, hogy ha már van GPS eszköz a kocsitban, akkor gyújtás fel, parkolás leáll, gyújtás le, fizetős övezetbe parkolás indul. És ezt mondom, már egy éve teszteltük. Két irányom volt a tesztnek. Nekem az iPhone telefonom van, az iOS-re nem volt applikációnk, még Androidra volt applikációnk. Az egyik részét a szélszeseink tesztelték, akik androidos telefonnal járnak. Nekik ugye push üzenetekbe jött, hogy amúgy elindítottuk a parkolást, nézd rá, hogy így minden rendben van-e, vagy le akarjuk állítani a parkolást, valóban leállítjuk-e, vagy tényleg ezt átmész egy sarokra, és az átparkolás drágább lenne. Ugye ennek vannak tényleg, ugye ha itt most a pénzt nézzük, hogy vannak praktikus dolgai, amivel ha egy új parkolást indítasz, akkor új kényelmi díj, stb. És az applikáción keresztül szépen ki tudjuk szolgálni. De maga automatikusan elindul, ha te nem szólsz hozzá, akkor megy magától. És ilyen volt a másik kísérleti alany, aki a tök vak sötétbe mentem, csak annyi, hogy amikor hazaértem utólag, vagy közben is meg tudtam nézni, hogy e-mailek jöttek róla, hogy parkolás indul, parkolás leáll. Abban az e-mailben le tudtam volna állítani, vagy be tudtam volna avatkozni a parkolásba, de én nem foglalkoztam vele. Mondom, egy éve működik, egyszer sem bírságoltak meg. Az a jó hír viszont, hogy most már kijött iOS-re, és pontosabban napokon belül kijön, hogyha Kaliforniában engedélyezik az ott ülő kedves kockás inges mérnök urak, hogy kijöjjön az új iFleet applikációnk iOS-re is, akkor már mindkét platformot ki tudjuk szolgálni, az Android az már működik, ott már többen használják is olyan privát ügyfelek, mint például nálatok is a személyautós részleg, aki tudna ezt használni, és ezt a lelkemre kötötték, hogy mondjam meg. Hát ez annál is fontosabb információ számunkra, hogy pont most van folyamatban az a fajta bővítés, hogy a kamionsofőröknek is adunk személyautókat egy ilyen carsharing rendszerben, amikor hazajönnek egy 4-5 napos pihenő szakaszra, akkor innen elvisznek egy személyautót, hát azzal meg nyilván fognak parkolni, és itt ottam ott, úgyhogy nem árt majd, hogyha nem kell utólag azon vitatkozni, hogy nem látta a cetlit, vagy volt cetli, vagy kifizette, vagy nem fizette. Úgyhogy erre vevők vagyunk, ezt már most így tudom mondani neked. Ez nagyon jó, mert, hogy említetted a carsharing céget, ugye a legnagyobb magyar carsharing cég az a MOL Limo. Igen. Az összes benzines MOL Limóba, ugye a villanyosban nem kell, annak ingyenes a parkolása, de az összes benzines MOL Limóba, ha beülsz, és vagy bárki beül, akkor annak az automata parkolását az szintén az ICEL biztosítja. Ott aztán tényleg vakon megy minden, mert ott semmilyen interakcióra nincs szüksége a sofőrnek, az a szolgáltató felelőssége, hogy a parkolása, a műszaki, a benzin, a stb. Rendben legyen.
ezekhez a szolgáltatást mi adjuk. Ugye ez annak is köszönhető, hogy a tavalyi év végén indirekt módon a MOL bevásárolt a... Igen, ezt hallottam. ...az ICEL Kft.-be. Egy befektetési alapján keresztül a fél céget megvásárolta, ami ugye egyrészt nekünk egy olyan siker, ami azt mutatja, hogy az elmúlt 20 éveket nem hiába és nem érdem nélkül szenvedtük végig, és ha a legnagyobb magyar olajipari társaság és itt nem visszaköszön az előző közhelyünk, hogy a jövő üzemanyaga az információ? Hát nem véletlen, hogy a MOL az információ irányába mozdul el, mint ahogy az összes nagy abszolút. Ugye gyakorlatilag, az idők szelét. Gyakorlatilag, és ez akkor újra, hogy mi az újdonság még az ICEL-nél. Ugye megjelent a tulajdonosi körben közvetett módon a MOL. Az elektronikus útdíj, ami egyrésztről érdekes volt neki, és közösen az elmúlt 9 hónapban fejlesztettünk velük egy terméket, amely most október 15-én debütált, az utólagos útdíj fizetés MOL kártyával. Tehát aki most rendelkezik MOL kártyával, illetve ICEL obúja van, ez csak kizárólag az ICEL obukra érvényes, azok a MOL-nál postpay jogosultságot kapnak útdíj fizetésre, azaz nem kell előre feltölteni a kreditet a számlájukra, hanem a MOL felé fizetik be utólagosan 15-30 nap, attól függ, hogy ki milyen megállapodást tudnak kötni. Van. Így van. Hát ugyanúgy, mint az üzemanyag. Ez egy jelentős könnyebbség, és ami ebben nagyon jó, hogy ezt egyéb szolgáltatóktól eltérően díjmentesen biztosítja a cég. Úgyhogy több minden, és hát ugye persze nekik is ezért volt többek között fontos, hogy ebben a szegmensben, ahol még nem voltak markánsan jelen, legyen itt is egy olyan ütőképes szolgáltatás platform, amit mi tudunk nyújtani. És hát tényleg az üzleti sikeren túl ez egy megtiszteltetés is volt. Károly, letelt az egy óra nagyjából, amit ígértél nekünk. Köszönöm a kedvességedet, a fáradtságot, és én bízom benne, hogy még hosszú időn keresztül fogjuk tudni egymást támogatni, és megelégedetten fogni kezet az év, minden év végén, amikor legalább egyszer évente összefutunk. Ez bízom benne, hogy ennek az év végén megtörténik, mert ugye a tavalyi évben ezt elmosta a járvány, bízom benne, hogy most egy olyan állapotot élünk majd meg, amikor tényleg nem kell ilyen korlátozások mentén menni, és a karácsonyi látogatást azt ugyanúgy meg tudjuk tenni. Mi köszönjük szépen a Prévónak a töretlen bizalmat, és igyekszünk megszolgálni, hogy ezt a mindennapokban is tényleg az ICEL neve ne szitokszó legyen, hanem hasonlóan, mint akár a kamionbeszállítótok és az egyéb beszállítóitok, azt érezzétek, hogy értetek vagyunk. Én tudom, hogy ebbe bízhatok, és ugyanúgy ti is bízhattok a mi megbecsülésünkben és proaktív közreműködésünkben. Köszönjük szépen. Minden jót. Nektek meg kellemes hétvégét. Köszi a figyelmet.